Hát nekivágtunk a bajnokságnak, ugye első nap nem igazából volt megfelelő a szélerő, úgyhogy ezt ott eleresztettük. Én hiszek abba, hogy azért van egy olyan szélerő, ami alatt nem igazából vitorlázunk, tehát ez, hogy ott szenvedünk hosszan, azt mint rendező nem tudom támogatni, úgyhogy így aztán azokat a napokat eleresztettük, és inkább másnap kezdtük korán a következő napot. Azt gondolom, ez nagyon jó döntés volt, mert így tudtak legalább futamokat csinálni nekünk. Ez a reggeli rajt ugye annyiban kihívások elé állított, hogy föl kell tudni kelni, idő meg ide kellett érni. Hát a türelmet próbára tette, mert ugye szél az viszonylag kevés volt, nagyon meleg volt. És ezek a pályák azért 1600-1400 méteresek voltak, tehát azért igazából ez megfelelt a hajosztály által elvárt kritériumoknak. A pályaversenyzés az mindig is több adrenalinnal jár, mint egy túraversenyzés, és igazából én azt érzem, hogy a pályaverseny magának a hajónak a úgymond az ünnepe. Sokan azt mondják, hogy a kék szalag, nekik ők a túraversenyzők, én inkább a pályaversenyeket szeretem, és az abban vannak élesebb csaták és szorosabb küzdelmek. Hát számunkra itt a Solt 22-es, ez a legfontosabb verseny az idénynek, ugye nyilván ennek van a legnagyobb presztízse, a legkomolyabb harcok itt alakulnak ki az osztályon belül. Regina osztályban indultunk az idei nagyhajós bajnokságon, és úgy érzem, hogy egy elég jó csapatot és hajót sikerült így összeállítani erre a versenyre. Teljesen vendégként próbaképpen megpróbáltuk a 25-ös jól leosztályt, ami számomra egy teljesen ismeretlen terület. Nagyon tetszett, egy nagyon könnyű, gyors hajó, a Soltnak állandóan kézben kell lenni, és élvezetes volt a verseny, jók voltak a versenytársak. Nekem nagyon tetszett, és fura is volt így az előző hajóosztályomhoz képest, hogy kabinnal, matraccal és hűtőszekrénnyel rendelkezik, de ennek ellenére kiszélve egy nagyon gyors hajó. Végeztek a rendezők, le a kalappa. Tehát én azt hiszem, hogy összességében a bajnokság az sikeresen lezajlott. Nyilván több szélbe akár más eredmények is születhettek volna, több futam is lehetett volna, de most itt ennyiből tudtunk gazdálkodni. Nagyon jót versenyeztünk, és szerintem megtaláltuk az ellenfeleinket, és nagyon jó. Jó 4 nap volt ez.